A második világháború sok életet követelt. Október 8-án emlékeztek meg a háborúban elesett óbecseiekről, akik 70 évvel ezelőtt részt vettek a város felszabadításában. A megemlékezésen egy új táblát is lelepleztek, amelyen annak a 17 embernek a neve áll, akik a 90-es években vesztették életüket a délszláv háborúban. Annak ellenére, hogy ez sokkal később történt, eldöntöttük, hogy a rájuk való megemlékezésünket is ehhez a naphoz csatoljuk. A községben úgy gondoljuk, hogy ők is megérdemlik a tisztelgést, így azokkal együtt emlékezünk rájuk, akik életüket adták városunk felszabadításáért. A tábla leleplezése után az önkormányzat, a képviselőtestület, a civil szervezetek és egyesületek képviselői, valamint a Horvátországból, a Szerb Köztársaságból és Oroszországból érkezett vendégek helyezték el a kegyelet virágait. Ezt követően kezdetét vette a hagyományos október 8-ai futóverseny. A város felszabadulásának napja alkalmából hagyományos futóverseny, amelyen részt vesznek az elemi iskolák, 4. osztálytól és a középiskolák. A megemlékezést este a Városi Színházban folytatták, ahol a község képviselői és a vendégek beszédei után színes műsort láthattak a jelenlévők. Koncerteket, színdarabokat és a háborús hősökről készült rövid filmet láthatott a közönség.